sütök egy kis kavart sütit, ezt tudjátok, az a süti, amilyen bögrével kell kimérni, és a múltkor anya csinált ilyen szilvásat. Ugye tegnap voltunk itt a Kadarcsi tónál, ahol szalonnát sütöttünk ilyesmi, és ugye ott láttátok a süteményt, barackost, hát hazajöttünk ma, és én kitaláltam, hogy egy ugyanilyet akarok sütni. Nem lesz olyan finom, mint az anyáé, mert azon volt mazsola, meg citromhéj, nekem nem volt itthon egyik sem, de úgy gondolom, hogy egy nagy barackot raktam bele, egy szív alakú tortába, úgyhogy megsütöm ma, jön haza Marcikám a Balatonról. Szeretett volna palacsintát kérni, de rájöttem, hogy ez az új indukcióshoz nincsen még palacsinta sütőm, úgyhogy valami édességgel szeretnék neki kedveskedni. Kitáláltam a barackos sütit, nagyon jól néz ki, de annyira foszlós és omlós, hogy egyszerűen nem tudtam szebben kiszedni, de nagyon-nagyon finom, úgyhogy ez a bögrés nagyon gusztusos. Na sziasztok, meg fogjuk kóstolni a barackos sütit, mindig boltba vagyok, mert olyan nehéz úgy kivenni, hogy ne essen szét, és hát szétesett, úgyhogy a csúnya szeletet nem szoktam feltállalni, itt van. Egyébként annyira omlós és poszlós, hogy szét is jött konkrétan a tésztája. Anyai is finom volt, sőt sokkal finomabb, de ez is nagyon finom lett, úgyhogy úgy néz ki, hogy a sütő, ez nem csak pogácsát tud sütni, és nem csak mirelit cuccot, és nem csak húst, hanem bizony már egy ilyen sütőporos tészta is nagyon jól működik benne. Várok még egy kicsit, hogy kihűljön, akkor szerintem szebben fel tudom majd szelni, kitálalom és lefotózom nektek, de nagyon isteni barackos, kis könnyű. Tolvaj, fogják meg, fogják meg! Sziasztok, vacsorára sütöttem egy kis kenyérlángost. Ebben a sütőben most sütöttem először pizza, kenyérlángost, tehát ilyen kertésztát a pogácsán kívül. Nem tudom miért ilyen... Szóval, homályos volt a kamerám. Gőz, gondolom. Fehér szalonna, fokhagymás tejfölös alap, lilahagyma, ami a kertünkből van, és most egy végén raktam rá egy kis sajtot, úgyhogy nagyon jól néz ki. Amit látok különbséget a gázsütőhöz képest, hogy ez nem nyúlt meg annyira nagyra, de légkeverésen sütöttem, én általában mindent mostanában légkeverésen sütök, majd még ki kell tapasztalni, lehet, hogy ennek egy alsó-felső sütés jobb lett volna, de én úgy látom, hogy megsült. Most én elvágtam 6 részre, és akkor ez lesz a vacsoránk. Sziasztok, a mai ebéd az lencse főzelék és sült vésli karikák. Tudom, hogy nincsen szezonja, ez tényleg egy ilyen laktatóbb téli étel, de ma valami főzeléket szerettem volna, és úgy gondoltam, hogy mivel régen ettünk, ezért ezt fogunk enni ma. Leves nincs, ma ez az ebéd. Legyen egy kis kóstolós jelenet.
Én egyébként ecetesen, mustárosan, hagymásan, vékony paprikás rántással készítem, és a végén kerül bele ugye az ecet, meg a cukor, meg csült virsli, de... Fincsite! Nekünk a mai ebédünk még lencsefőzelék, Marci viszont nem szeretne, aztán úgy, hogy gyors megoldásként ül neki egy kis mérelit fasírtot, sütöttem sőt kumplival. Amit láttátok, a maradék kenyérlángosból készítettem egy pizzatészát, jó extra vékonyra kinyújtottam most, és ezt hárman fogjuk enni vacsorára a gyerekekkel. Magyaros pizza, tehát van rajta szalámi, lilahagyma a kertünkből, paradicsom a kertünkből, egy pici kis kolbászmaradék, meg uborka, és sajt, majd még rakok rá sajtot csak. Tudjátok, vettem ki a fagyasztóból, és még ez nem olvad ki, úgyhogy még lesz rá sajt. Annyi, hogy ezt most hamarabb ki fogom sütni délután, mert délután megyünk el itthonról, és mire hazajövünk, már kész legyen a vacsora, akkor majd csak mikrózzuk. Sziasztok, megsült a pizza, és nem tudom, mi történt. Ugyanaz a tészta volt, ugye, mint a kenyérlángosé, de extra vékonyra nyújtottam, és ezért nem szeretem én az extra vékony pizzát, mert konkrétan milyen lett az alja. Hát remélem nem lesz ehetetlen, remélem fel is púposodott. Hát jól néz ki, jól lett van, de hát na, kiderül, hogy odaégette. Sziasztok, extra jól sikerült a pizza, igaz, hogy másnap van, de meg akartam nektek mutatni, hogy ez a, tudjátok, az az igazi ilyen lógós pizza. Én ezt most reggeli leszem, közben megfőzök, paradicsomleves lesz a mai ebéd, és lambuc, vagyis krumplis tészta. A második az ilyen krumplis tészta, vagy slambuc. Jó étvágyat! Paradicsomleves, jászminézsel. Bazsalikomosan. Jó
Sziasztok! Ma ugyanaz a nap van, amikor a sült csirkét meg a borsólevest tettük, és délután egy késze vacsora. Tudom. Na mindegy. Az van, hogy délután ajzat kiegyenlőtőzni fogunk, illetve este, és hát úgy gondoltam, hogy mivel nem lesz időm főzni nyilván, ezért kivettem két lidigombócot, két lángos lidigombócot. Két lidl lángos gombócot. És egybe gyúrtam, és akkor lett egy nagy kenyérlángos, fokhagymás tejföl az alapja, egy pici natúrjoghurt is van benne, a kertünkből lila hagyma, ez a fehér sószalonnát előre ugye megsütöttem, ráraktam, és én mostanában sajtot is rakok rá, hogy még laktatóbb legyen. Na, közben leborult valami torony, és akkor ki is vesszük, megnézzük, hogy hát elég jól néz ki, nézzétek. Nagyon jó illat van, úgyhogy most ide rakom egy kicsit, este meg megmikrózzuk annyi, de hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, tehát gyerek mellett soha nem lehet pont akkor enni, mikor elkészül, tehát a rántott húst is általában, vagy bármit, hogyha enni akarunk, mikrózni kell. Tehát én erre már nem adok, hogy csak frissen sütöm, nem lehet kiszámolni, hogy hogy jön ki a lépés, hogy hogy tudok enni. Én mostanában ráadásul külön szoktam enni a gyerekektől. Na mindegy, úgyhogy ez lesz a vacsi. Na megsült ugye a kenyérlángos, kivettem. Itt egy kis baleset történt, véletlen a kesztyűmmel belenyúltam. Ilyen kis nyomi, de nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye kettő Lidl pizza tésztából van, vagyis lángos tésztából. Úgyhogy sajta, nyam-nyami.